Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Rallikari kihívásunk következő adása. December 6-a van Mikulás napja, úgyhogy ezen a napon köszönhetlek benneteket. Azzal, hogy hát a mai napon valószínűleg jó páron el fognak küldeni az édes kurva anyámba, az én nem tudom micsodámba, ugyanis egy igen nehéz pályát kaptatok Brantega személyében. Brantega spanyol rally pálya, és ezen a rally pályán kell teljesítenetek egy darab kört. Ami hát nem hangzik soknak, de az, hogy maga a pálya egy ilyen 10 km hosszúságú pálya, az már nehezíti a dolgotokat, illetve az is nehezíti a dolgotokat, közben meg kell néznem, hogy be van állítva a nehézség, így van, profira van beállítva, csak hogy ne csaljak. És akkor vágjunk is bele. Szóval akkor, ennek a pályának nagyon-nagyon, illetve ennek a pályának az eleje, az baszottul nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz egy pálya. Ez is egyébként egy rally versenynek, azt hiszem a kataluniai rallynak az egyik pályája, és hát ugye a kataluniai az egy nem egy hazai versenynek számító rally verseny, hanem egy ilyen nemzetközi, egy elég híres, azt hiszem korábbi VRC-s rally versenynek a rally versenyek közé is tartozott. Hát ebből kaptunk egy igen nehéz pályát. Ugye Brantega személyében. Ami nagyon fontos, hogy ezen a pályán ez az a pálya, ami miatt a Lada kocsival nem versenyezhettek. Ugyanis ez a pálya, ennek a pályának az eleje az nagyon nehéz, és mindjárt megmutatjuk nektek, hogy miért, és Ladával azt kell mondanom, hogy ilyen kezdőtípusú versenyzőknek, mint például én, lehetetlen. Teljesíteni, úgyhogy most itt az elejét azt úgy fogom bemutatni a pályának, hogy ilyen kicsit ilyen bemutató jelleggel, és onnantól kezdve, akik esetleg már gyorsabban szeretnének lenni, azoknak megmutatom, hogy honnantól, illetve elmondom, hogy onnantól kezdve mehetnek a saját tempótokon. Na de akkor vágjunk bele! De profi nehézségre van beállítva maga a verseny. Rögtön elsőként picit mehentek a tempó fele, de vigyázzatok, mert rögtön itt az elején ez a kanyar büntet. Aztán mehettek megint egy kicsit, de itt is már nagyon már kezdhetitek a fékezést, ugyanis egy 90-ből 180 fokos kanyar következik, és itt mentek föl egy igen szűk utcán, ami még szűkebbé válik, és ez az a rész, ami miatt nem engedélyezzük a Lada kocsikat, remélem, hogy fel tudok menni. Ugyanis aki ezen a szakaszon nem gyűjt sebességet a Lada kocsival, annak hát valószínűleg ez a pálya a teljesíthetetlen kategóriába tartozik, de úgy látom, hogy ebben a Skodában van elég erő, hogy fel tudja magát küzdeni. Hoppika! Ennek a kukának nem terveztem neki menni. És még mindig nem mondanám azt, hogy túl vagyunk a pálya elejének a nehézségei. Itt ez a része, ez mehet egyébként simán ilyen erősebb rally tempóval, de még mindig nem vagyunk készen a nagyon meredek, nagyon durva résznél, ugyanis ezután a kanyar után gyűjt, a legtöbb rallisin azt gondolom, hogy gyűjteni itt a tempóját egészen idáig, de innentől kezdve jön a nagyon-nagyon nagy becsapás. Ugyanis itt megint szedhetjük a tempót, de nem sokáig, ugyanis ez a kanyar, ez brutál. Ez egy visszafordító, kedves nézők, és nem egyszer volt már olyan alkalom, amikor én tovább szántottam magamat a bevezető kör során. Jaj! Túlélte a kocsi? Igen, jó.
Szóval én, és innentől kezdve egyébként már mehettek útna a saját tempótokon. Ezt az első szakaszt, ezt inkább ilyen csigalassú tempóval, vagy ilyen túléljük tempóval teljesítsétek, de innentől kezdve már mindenki jön a saját maga tempóján, és akkor itt most ugye visszaváltozik az én kis saját tempóban. Még azért vannak a pályának nagyon nehéz kihívásai. Még nehéz lehet a pálya, szóval lesz, hogy majdnem kimentem úgy a pályán. Ez az ugrató még a mondhatjuk úgy, hogy az ugorható kategória, de ez egy másik ugrató, ami viszont nem. Jaj! Jaj! Kicsúsztam. Na, rukoljatok, hogy vissza tudjak menni. Hát itt nem fogok tudni. Előrébb van lehetőségem, remélem. Ja. Á, nem engedi! Nem engedi! A pálya! Á, próbáljuk meg! Várjál! Próbáljuk meg egyes tempóval! Nem? Most vissza! Erre. Próbáljuk meg itt fölmenni. Nem fordulunk meg. Fordulunk meg. Jó, nem így. Drukkoljatok, hogy vissza tudjak menni. Ezt most kénytelennek vagytok ti most. Nem szabad kinyomnom az eszképet, különben a kihívás teljes mértékben törölheti részemről. Ez az! Ez az! Yeah! És nem rendelkezem vágó programmal, így ugye sajnos ezt nem tudtam nektek kivágni. Na, folytassuk! Azt kell mondanom, rozsdászok volt a szívemben. Szerepelt a Star Wars műsorban. Pont ezzel a számával. Na, van még egy becsapás, itt az újabb becsapás. Ez egy 90 fokos kanyar, amit tudtam. Hogyha nem csinálod meg jól a... igazán nem figyelsz jól oda. Pályának a másik nagyon nagy kihívása ezek a bizonyos grafikai hibák, amiket láthattok, ezek a fák, ezek elég jó zavaróak. Engem is volt, amikor egy-kétszer megtréfált a tesztelésem során. Jaj! Na, ez sok-sok-sok-sok. Hú, ez most nem büntetett meg. Jaj, ez sok. Ó, kitörik a kerék! Hogy az a... Na, itt a vége a versenyemnek, és így akkor a kihívást is törölhetem. Bassza meg! Ó, hogy azt a... Hát... Na mindegy, tudjátok, mit teljesítem tovább, hát ha valakinek még több hibája keletkezik ezen a pályán, úgyhogy akkor Brántigát pirosra tehetjük, részemről ez a pálya nem sikerült. Pedig innentől kezdve már annyira nem nagyon nagy kihívás maga a pálya. Van még nagyon becsapós része, amit nem sikerült bemutatnom. Úgyhogy inkább oda vigyázva, vagy inkább menjetek egy-két tesztkört előtte, mielőtt mennétek föl a szerverre, vagy elküldenétek nekünk a videót, és azután induljatok el. Na, hát akkor ez volt már a verseny, hát én ezt a kihívást már elvesztettem abban a tekintetben, hogy nem lesz meg mind a 24 pálya, Brantega kifogott rajtam. Viszont holnap jön még egy durvább pálya, talán a kiépített pályák közül a
a legnehezebb, a Matrix tipája következik. Hát Ausztráliában nyár van, most azonban a holnapi nap erejéig ki fogjuk a telet hozni. Kedves nézőnk, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!